estét kívánok, köszöntöm a nézőket, és köszöntöm Diósi László urat a Közéleti Kávéháznak a, a legújabb adásában. Jó kívánok! Első ilyen hagyományos kérdésünk az, hogy ha pár mondatban be kellene mutatkozni, akkor hogyan foglalná össze, hogy kit is láthatnak ma a nézők? Hát ma a nézők egy olyan szemét láthatnak, aki hosszabb ideig csak nem 20 éven keresztül a közéletben vállalt szerepet, talán inkább a közéletnek azt mondhatnám, hogy nem az első, hanem a második vonalában. Veszprémnek a polgármestere voltam 16 éven keresztül. Ebben, ebben az időszakban négy éven át országgyűlési képviselő is. És azt követően, hogy 2006-ban az akkori önkormányzati választáson nem választottak új polgármesternek, azt követően a Környezetvédelmi Minisztériumban lettem szakállamtitkár. Tehát a közéletnek a legkülönbözőbb spektrumait sikerült megismerni, ami az önkormányzatiságot illeti, meg működtetni. Másrészt pedig a parlamenti működési mechanizmust is, Üh. harmadrészt pedig szakállamtitkárként egy olyan területtel foglalatoskodhattam, ami nagyon közel volt mindig hozzám, és most pedig már, mivel egyetemi óraadó vagyok, környezetvédelem tantárgyat oktatok az Óbudai Egyetemen, meg a Panon Egyetem Kesztei Karán, meg a Panon Egyetemnek egy részvénytársaságánál dolgozom projekt szervezőként, koordinátorként. Így tehát ez az utóbbi időszak, ez már inkább a oktatási, tudományos szféra is megismerését jelenti. Beszélgettünk itt a felvétel indulása előtt, hogy Bonyhádon született. Hogyan került, milyen úton, módon Veszprémbe? Még talán ahhoz kell visszanyúlni, hogy az én nagyszüleim azok a felvidékről kerültek Bonyhádra, nem tősgyökeres Bonyhádiak vagyunk. A 40-es évek végén áttelepítettek sok embert, sok magyart Szlovákiából Magyarországról, és ott egy új hazát e, találtak, egy új otthont maguknak, és azért a e, nagyszüleim életét szülein életét is, ez alapvetően meghatározta, hogy egy ilyen új közegben kellett megteremteni az életüket, életük folytatását, az egzisztenciát, azokat a körülményeket biztosítani, ami az élethez kellett. És azért ez egy picit még rám is vetült, úgyhogy sokszor járok vissza a Bonyhádra, éppen azért, mert ott a Felvidéki Egyesület nagyon lelkesen évente rendezvényeket tart, és emlékszik, emlékezik azokra, akik onnan kerültek át. Bonyhádon jártam általános és középiskolába, és aztán felvételiztem a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemre, és miután az egyetemet elvégeztem, azt követően vidéken több helyen próbáltam, próbáltunk feleségemmel olyan munkahelyet találni, ami alkalmatos volt az addigi ismeretek, tudások számára. És mivel ő Veszprémi volt, így kerültünk a Veszprémhez közeli Mencsei Balaton felvidék, akkori mezőgazdasági termelőszövetkezethez, nem hosszú ideig dolgoztam ott a megyei Tanácsra kerültem be a rendszerváltás előtti utolsó pár évben, mint főelőadó dolgoztam, és aztán egy érdekes szituáció volt, hogy akkor, amikor lezajlottak a parlamenti és önkormányzati választások 1990-ben, akkor hát, kerestek olyan szemét az akkori önkormányzati választáson sikeresen szereplő pártok, ez az SDS meg a Fidesz volt, micsoda fintora a sorsnak, hogy akkor meg volt ez a sajátos összefogás, közös jelöltje lettem egy önkormányzati választókerületben a két pártnak. Tehát kerestek olyan valakit, akinek volt közigazgatási tapasztalata, gyakorlata. Ez nem igazán nagyon sok volt, mert a megyei tanácson eltöltött röpke pár év és az a beosztás nem igazán ezt e, jelentette. De hát akkor minden robbanásszerűen átalakult, e, hatalmas változások következtek be, és hát egy olyan polgármesterre volt szükség, aki nem volt pártag, fiatal, akkor még 33 éves voltam, akinek valami köze a közigazgatáshoz volt, és akiből kinézték azt, hogy hát vélhetően talán ezt az újfajta önkormányzati működtetést ezt biztosítani fogja. Hát nagy kihívás volt, nyilván erre nem is lehetett készülni, hát az életem meghatározó eseménye, mert azt követően ragadtam a közéletbe, hagytam el az eredeti szakmát, és aztán az elkövetkező két évtized az gyakorlatilag a közéletélet. Egy mezőgazdasági érdeklődésű ember, mert gondolom azért ment ebbe az irányba tovább tanulni. Hogyan találta meg a helyét ezekben az években polgármesterként? Hát akkor talán nem elsősorban a szakmai ö, ö, ismeretek voltak a legfontosabbak, hanem az, hogy hogyan viszonyult az az adott vezető, ebben az esetben a polgármester a szervező tevékenységhez, hogyan értett szót a megválasztott képviselőkkel, akkor a Veszülmi képviselő képviselőtestületnek 31 tagja volt, sokkal nagyobb létszámú testületek működtek, meg kellett teremteni a harmóniát az érdekek között, és ha nem túl nagy nagy képűség, vagy nem hangzik szerénytelenül, akkor azt mondhatom, hogy ne, ez talán erényem volt, hogy igyekeztem szót érteni mindenkivel, és ez a Négyszer történő megválasztás, a három újraválasztás az elsősorban talán annak köszönhető, hogy ez a konszenzus megteremthető volt Veszprémben. Sikerült az ellenérdekű felek között is sokszor harmóniát teremteni. Nem akarom ezt valamilyen idilli szituációnak beállítani, de azért Veszprém nem híresült el a balhékról, a botrányokról, egy elég komoly építő munka történt. Aztán ezt az építő tevékenységet lehet kevésnek tartani, hogy sokkal többet lehetett vagy kellett volna tenni. Lehetett volna, de akkor nem adósodik, illetve akkor eladósodik a város jelen esetben. Ugye egészen más volt a szituáció. Mindig arra törekedtem, hogy a gazdasági egyensúly, a költségvetés helyzete az, Biztos és stabil legyen, és ennek megfelelően igyekeztünk a város arculatát formálni. Aztán persze utána már a szakmára is nagyobb hangsúlyt kellett fektetni, a gazdaságra, hiszen nagyon sok gazdasági társaságban az önkormányzat tulajdonos volt, és a tulajdonost a társaságokban a polgármester képviselte. Akkor elvégeztem a külker közgazdás szakot nyelvvizsgázni kellett, hiszen kommunikálni kellett ö, olyan ö, partnerekkel, akik ennek a nyitott, ö, ö, rengeteg nemzetközi kapcsolattal rendelkező egyetemi városnak ö, fontosak voltak. Ö, hát készülni kellett azért folyamatosan, vagy tanulni kellett állandóan, nem csak azt, hogy mi történik a, a város életében, közéletben, hanem ö, azért ö, megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy a szakmaiság is érzékelhető legyen. Ez alatt az idő alatt azért Veszprém egy nagyon nagy változáson is átment, és a ha az emlékeim nem csalnak, ugye ebben az időszakban ezért a gazdaságilag is sok minden átalakult a városban. Ha csak arra gondolok, hogy a, a bakonyművek mennyire meghatározó szereplője volt Veszprémnek régen, és gyakorlatilag ez eltűnt a képből, vagy a honvédség mennyire meghatározó szerepe volt a városnak, és gyakorlatilag ez is eltűnt a képből, hogy a lehetett ezeket kompenzálni közben, ha, ha az adatokra jól emlékszem, akkor a lakosság is elég jelentősen fogyásnak indult. Igen, óriási változások voltak a rendszerváltás során. Ezek az előbb említett nagy cégek, vállalkozások leépültek, a bakonyművek, a vájév, és hát arra kellett törekedni, hogy zöldmezős beruházásoknak biztosítsunk lehetőséget. Ma már a kontinentál Tevesnél, a Valeónál sok ezren dolgoznak. Megtalálták a lehetőséget azt követően, hogy a munkanélküliség a 90-es évek elején közel volt a 20%-hoz. Még elmondani is szörnyű, hogy milyen körülményeket jelentett az akkori privatizáció, illetve a gazdasági versenyre történő áttérés. Hát az, hogy ki kellett egy új utat taposni. Nagyon jó gazdasági szakemberekkel sikerült azt gondolom tanácsadókkal körbevenni magam, akik, akik akkor a 90-es évek elején rengeteget tettek annak érdekében, hogy Veszprém gazdasága az fellendüljön, erősödjön, sikerüljön minél több bevételre is szertenni, hiszen ha a gazdaság prosperál, újabb cégek vannak, akkor nagyon sok helyi adóhoz juthat az önkormányzat, amiből lehet uh, újabb beruházásokat megvalósítani. Én ezt egy nagyon sikeres időszaknak tartom az első néhány olyan évet, amely azért átütő módon uh, alakította át a városnak az arculatát, és sokan, akik uh, a rendszerváltás után kétségbe estek, és nem volt munkájuk, azok kapaszkodott találtak. Azt követően persze aztán ott a 94-es, 98-ig tartó időszak során Veszprém is szembesült azzal, amivel az ország gazdasága, hogy jelentős gondok merültek fel, ekkor volt a bokros csomag, a stabilizációs intézkedések, nem lehetett olyan merészen fejleszteni, beruházni, de ez már egy másik történet. Mekkora váltás volt a polgármesteri székből átülni egy államtitkáriba? Holott azért gondolom ez volt szakmailag inkább közelebb önhöz. Engem nagyon megrázott az, amikor 2006-ban nem sikerült az önkormányzati választáson jól nem még ha csak minimális eh, többséggel is előztek meg, és főként ez annak tudható, hogy az akkori politikai helyzet az alapvetően rányomta a bélyegét eh, a választások eredményére, hiszen az elhíresült gyurcsányi eh, összödi eh, beszéd eh, akkor kulminált igazán, és nagyon sok olyan bal oldali, bal liberális városvezető bukott el, akiknek szinte biztos volt a győzelmük, vagy az, hogy megtartják a pozícióikat. Volt Veszprémben is a választás előtt pár héttel egy közvéleménykutatás, amely teljesen egyértelműen és simán a nyerési esélyeimet mutatta. Csak azt nem kérdezték meg a kutatók, hogy az az adott polgár, akit meginterjú voltak, az elmegye választani. Nagyon sokan, akik a baloldallal, a liberális oldallal szimpatizáltak, azok elbizonytalanodtak, nem mentek el választani. A konzervatív városrészekben pedig 60-70 százalékos volt a részvételi arány. Ez egy érdekes szituáció volt akkortájt. Tehát nagyon nehéz volt ezt megemészteni. Ö, nagyon sokan egyébként volt polgármester kollégák közül, megtörtek, nem találták a helyüket, ö, borzasztóan rossz állapotban vannak még mindig. Én nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert ö, ismert és köztudott volt, hogy a agrárvonal, a környezetvédelem iránt érdeklődök, igyekeztem is lépést tartani, amennyire lehetett a polgármesterség mellett azért ennek a területnek az újabb és újabb ismereteivel, és a környezetvédelmi minisztériumban, amikor bekerültem szakállamtitkárként, azért hát ettől függetlenül azért bizonyítani kellett azt, hogy az ember felkészült, és nem valahonnan ejtőernyőztették egyszerűen oda. Úgyhogy emlékszem az első időre, amikor este 10-11 óráig bent a minisztériumban lapoztam át az anyagokat, néztem meg a jelentéseket, igyekeztem, Képbe kerülni. nem volt az egy egyszerű dolog olyan fiatalokkal, olyan munkatársakkal szemben vagy mellett, akik nap mint a Brüsszelbe jártak ki, kiválóan beszélték a szakmai nyelvet, több diplomával rendelkezve a környezetvédelem területén. A sors pikantériája az, hogy ezek a szakemberek, ezeknek jó része most elbocsátásra került, nem találják a helyüket a közigazgatási kiváló szakemberek az utcán e, vannak, és az egész környezetvédelmi szakma jelentős mértékben e, devalválódott, legalábbis ami a hazai helyzetet és viszonyokat illeti. Úgyhogy hát föl kellett kötni az alsó nemit, hogy lépést lehessen tartani ezzel, is. akkor kezdtem bele a tudományos munkába is. E, elkészítettem a doktori diszertációmat sok nemzetközi rendezvényen, konferencián vettem részt, megjelentek a publikációk. Tehát igyekeztem akkor a tudományos szakmai területre fókuszálni, hogy azért megfelelő reputációt szerezzen az ember, és azért arra büszke vagyok, hogy három miniszter mellett dolgozhattam. Persányi Miklós mellett, Fodor Gábor mellett, Szabó Imre mellett mindegyik igény tartotta munkámra és a közreműködésemre. És hát ö, emellett pedig ö, ö, azt is ö, elmondhatom, hogy két ö, miniszterelnöknek a, az apparátusában, vagy stábjában dolgozhattam, Gyurcsány Ferencében is, és Bajnai éban is, hiszen ö, a kormányok megbizatásával mindig lejár a szakállamtitkároknak a mandátum, ez egy megújítás volt. Szóval utána már az újabb nagy kihívás az volt, hogy amikor megszűnt a szakállamtitkári tevékenység, akkor hogyan tovább. És hát köszönhetően annak, hogy akkor már címzetes egyetemi docens voltam a Pannon Egyetem Georgi Konkarán, a PHD-m elkészült, több órát adtam abban az időszakban le, megbíztak óraadói tevékenységgel, és most már a környezetvédelem az gyakorlatilag az a munkám, amit nagyon élvezek, és nagyon sok örömöm van benne. A Pannon Egyetem többségi tulajdonában lévő ökoret részvénytársaságnak vagyok az alkalmazottja főállásban, és hát emellett pedig különböző óraadói tevékenységeket végzek most is. Óbudai Egyetemen tanítok megújuló energiákat. Úgyhogy most ez a harmadik irányváltás a polgármesterség és a helyi politizálás után a szakmai államtitkárság, az követően pedig az oktatási tudományos szféra. Nem tudom, hogy mi jön még, vagy mi lesz majd. Lehet, hogy visszatérünk megint a politikához, hogyha így folytatódnak a dolgok. Mekkora ö, váltás kiesni a közéletből? Tehát az, hogy az embernek van egyfajta ismertsége közéleti szeretnőként, főleg polgármesterként egy adott településen, tehát nap mint nap találkozik emberekkel, polgárokkal, aztán egyszer csak, hogy mondjam, eltűnik ebből a, a körből. Hogyan reagálja le ezt az ismerettségi kör, a család, a barátok, tehát hogyan kezelik ezt a helyzetet? Hát ö, a azok, akikkel találkozom az áruházban, az utcán, azok ugyanúgy polgármesternek szólítanak, és ugyanúgy velem megosztják a városi gondokat és problémákat. Hiába igyekszem sokszor udvariasan jelezni, hogy hát ez nem az én kompetenciám, ez nem az én asztalom. Most más a polgármester, mások vannak az önkormányzati testületben, de azért úgy érzem, hogy a polgárok jó részéből kikívánkozik az, hogy akár kritikát mondjanak, vagy véleményt formáljanak, és ezért egy, mondjuk egy hétvégi vásárlás az, az nem fél óráig tart, vagy egy óráig, hanem akkor illik a, azokkal, akik, akikkel találkozik az ember, azoknak a problémáit meghallgatni. Úgyhogy én, ha Veszprémben vagyok, mert gyakorlatilag három laki életet élek, Budapest, Veszprém és Keszthely között ingázom, akkor ezzel nagyon sokszor találkozom. A baráti kapcsolatokat nem lehetett úgy ápolni a pesti szakmai tevékenység idején, hiszen az eléggé lekötötte az időmet. Akik azért Igazán fontosak voltak azokkal, most is e, találkozom, sokszor együtt vagyunk, szabadidőnket is együtt töltjük, és hát ilyenkor ismerszik meg, hogy ki volt az, aki annak idején érdekből tűnt barátnak, vagy e, e, jó kollégának, és e, ki az, aki akkor is, amikor az ember nincsen az érdeklődés homlokterében, és nem első számú vezető, vagy a város első embere akkor is uh, szeretne uh, együtt lenni velem, találkozni velem, és jól érezni magát adott eseményeken, rendezvényeken vagy uh, programokon. Hát kétségtelen tény, hogy egy egészen más életet jelent az, hogyha nincsen bent a közéletben az ember. Most távol is tartom magam tudatosan a közéleti megnyilvánulásoktól, nem is veszek részt pártéletben, politikai életben. Egyrészt azért, mert uh, úgy gondolom, hogy ahol a, az ember uh, misézett, ott ne legyen ministráns, és ne uh, ossza az észt, és uh, ne tűnjék úgy, mintha savanyú lenne a szőlő, azért mondom a magamét. Másrészt pedig a fogadókészség sem volt az elmúlt uh, években olyan, amely ezt indokolná, már mint az erre vonatkozó fogadó készség. Az engem váltó polgármester, az Debreceni János, az meg se hívott a új testület alakuló ülésére. Ugye ez egy alapvető uh, uh, udvariassági formula is. Azt hiszem, hogy ennyi elvárhatott volna az ember, hogy akkor átadom a városnak a kulcsát jelképesen, felajánlott a szolgálataimat, ha valaki azért 16 évig polgármester volt, akkor ennyi megbecsülést érdemelt volna, vagy elküldik a város rendezvényeivel kapcsolatos meghívókat, legalább formálisan történjen ez meg. Ez messze így nem így történt, tehát a kulturálatlanságból, a butaságból, a rossz indulatból volt a tapasztalatom, mostani városvezetéssel viszont normális a kapcsolat, és nem azt mondom, hogy politikailag és ideológiai alapon egy huron pendülünk, erről szó sincsen, de egy, egy olyan megbecsülést azért érzek, vagy elismerést, ami jól esik, és hívnak a városi eseményekre, rendezvényekre ezeken esetenként ott is vagyok. Az államtitkári korszak végén ugye jött egy, egy kormányváltás, azután a kormányváltás után azért elég komoly, hát lehet, hogy erős szó azt mondani, hogy tisztogatások voltak, de gyakorlatilag azt lehetett látni, hogy a a közéletből gyakorlatilag az új kormányzat igyekezett kiszorítani, és nem csak a közéletből, hanem minden területről azokat, akik az előző kormányjal bármilyen kapcsolatban voltak. Ez nem veszélyeztette, hogy úgy mondjam, az ön pályafutását, tehát akár az egyetemi karrierre gondolok, vagy akár egyáltalán a tudományos munkának a folytatására, tehát nem voltak ilyen problémák. Hát nem tapasztaltam a magam részéről az ilyen után nyúlás sem, vagy az ellehetetlenítést, vagy olyasfajta eh, akciót velem szembe, ami eh, esetleg eh, gondot jelenthetett volna. Sokszor gondolkodtam azon, hogy ez eh, minek köszönhető, talán annak, hogy én semmilyen támadási felületet nem nyitottam. Az elmúlt 16 évben nem voltak olyan ügyek, amelyekkel megvádolhattak volna. Ugyanakkor azt meg mélységesen sajnálom, hogy kiváló szakembereknek a tömkelege hagyta el az önkormányzatokat, a főhatóságokat, azok a munkatársak, akiknek a politikai hovatartozásáról. Fogalmam sem volt, mert ilyenről nem beszéltünk a munkahelyünkön, vagy nem ismertem az ő ilyen irányú érdeklődésüket, csak azt tudtam, hogy szakmailag kiválóak. Azok eltűntek sokan a süllyesztőbe, és az a szűkebb terület, amelyre van rálátásom, és hát a, amivel foglalkozom, a környezetvédelem, az e, síralmas helyzetbe került és rendkívül sajnálatos, ahogyan ez a ágazat, amit egyébként a világban, Nyugat-Európában egyre nagyobb respekttel emlegetnek, és ami mondjuk éppen a megújuló energiák kapcsán, a foszilis energiák visszaszorítása okán, az energiahatékonyság előtérbe kerülésével egyre nagyobb tért hódít, az nálunk messze nem nyeri el, főként azért, mert nincsen meg a megfelelő szakmai háttér most már azt a reputációt, amit kellene. Ha egy kicsit ennél a témánál maradunk, tehát a környezetvédelemnél, azért azt lehet látni, hogy ugye vannak bizonyos elvárások az ország felé, hogy teljesíteni kéne, hogy mondjuk az energiaellátásnak x százalékát már megújuló energiából kellene biztosítani, és azért Magyarország ebből ez eléggé hátul kullog. Hogy a pénz hiányzik ehhez a területhez, tehát hogy az országnak a gazdasági helyzete, ami ilyen helyzetbe hozza ezt a területet, vagy, vagy maga a szándék is hiányzik? Hát 2020-ig, nem akarom mutatni számokkal a nézőket, de azért az nagyon fontos tudni, hogy 2020-ig az Európai Unió országainak a teljes energia felhasználásán belül el kell érnie a megújuló energiahasználatnak a 20%-ot. 2020-ig 20%-ot. Magyarország némi engedményt kapott, vagy felmentést ez alól, mert csak 14% az a teljes energia felhasználáson elő irányzott megújuló energia hányad, amivel rendelkeznünk kell majd 2020-ban, és most ez 6%-át. 6-ról 14%-ra kell emelni megújuló energiákat. Uh, esély sincsen arra, hogy ez így történjen. Miért nincsen? Egyrészt azért, mert az energia lobby őrült erős Magyarországon, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a megújuló energiák ne kerüljenek előtérbe. Másodszor anyagi okai is vannak nyilvánvalóan, mert a zöld áram átvételt, tehát az, annak az áramnak az átvételi árát, amit szélerőművek, vízi erőművek, naperőművek biztosítanának, azoknak a, az árát emelni kellene ahhoz, hogy közelítsen a fogyasztói árhoz. Ez a fogyasztói ár most ilyen 45-50 forint kilovattóránként, ugye, amiről beszélünk. Nyugat-Európában, Ausztriában, Németországban, Csehországban, háromszorosa a zöld átvételi árnak az, mint ami Magyarországon. A kormányzati pozíciója a környezetvédelemnek, a megújuló energiahasználatnak hát borzasztó, hiszen nem törődik jóformán senki sem vele, és nem jelent ez prioritást. A harmadik probléma pedig az, hogy valóban nincsenek meg azok a szakemberek, akik ennek az élére állhatnak, akik zászlóvivői lehetnek, és talán még említhetem azt is, hogy nem sikerül az Európai Uniós támogatásokat sem felhasználni erre a célra. A környezet és energetikai operatív programon belül még mindig milliárdokat lehetne lehívni, hogyha foglalkoznának a pályázatok elbírálásával, ezek a pályázatok időben valóra válhatnának, és kiválthatnának nagyon sok. Olyan energiafajtát, amely szennyezi a környezetünket, amely a klímaváltozáshoz járul. Siralmas a helyzet, és éppen ezért csak apró lépéseket tudunk tenni ebben az ügyben. Mondjuk egy egyetemi részvénytársaság, amely olyan projekteket igyekszik előkészíteni, amelyek támogathatóak, és ezen a téren valamilyen fejlődést jelentenek, és ezek egy ilyen részvénytársaság az nagyon sokat jelenthet abban az adott régióban, ahol tevékenykedik, és ezért örülök annak, hogy legalább ott tartunk, hogy e ezen a téren itt, ebben a ezen a területen valamit tehetünk. A közéleti szerepből való kiesésre visszakanyarodva, ezt a család hogyan élte meg? gondolom visszakapott egy tagot a család, hiszen a polgármesteri időszak az gondolom eléggé kivonta az otthoni dolgokból önt. Hát tekintettel arra, hogy pár hónapon belül a Környezetvédelmi Minisztériumba kerültem, ezért túl sokáig nem örülhettek annak, hogy na most nincsen, nem vagyok túlterhelve. terhelve. Ezért az elmúlt húsz évben nem is igen volt alkalom kipróbálni azt, hogy milyen az, amikor hát hosszabb időre mondjuk szabadságra lehet menni, mert a polgármesteri munka az főleg az első időben az rettenetesen időigényes volt. És mondhatom azt, hogy a 24 órán keresztül ö, ö, számítani kell arra, hogy valami történik, be kell mindig ö, kapcsolva tartani a mobiltelefont egy első számú vezetőnek a város élén. Bármilyen helyzetben, bármilyen szituációban elérhetőnek kell lenni, és tudnia kell intézkedni. Úgyhogy ilyesfajta örömökben nem igen volt részük, most már más a helyzet, mert az oktatási szféra, a tudományos terület némileg az üzleti vonalon is érdekeltek, vagyunk családi vállalkozásban. Ez azért úgy történhet, hogy egy kicsit jobban be tudja osztani az ember az idejét. Rugalmasabb munkaidőben lehet dolgozni, és ez most végre egy egy kicsit nyugodtabb ahhoz a tempóhoz képest, ami annak idején volt. Tehát el lehet menni télen egy kicsit síelni, nyáron sportolni, mozogni, rá is fér az emberre, mert ülő foglalkozás esetén hát kell egy kis testmozgás. Milyen volt... Uh hogy mondjam, a közéletből így becsöppenni a fiatalok közé, és itt órát adni, és velük foglalkozni, tanítani őket valamire. Az előadói rutin nyilván megszerezte az ember, hogy azt a retorikai készséget, azt elsajátította még a polgármesterség során. Aztán a szakállamtitkári vonalon pedig, hát erre sűrűn szükség volt konferenciákon, rendezvényeken, Voltam előadó. E tekintetben, tehát különösképpen nem jelentett kihívást az új helyzet. De az tény, hogy amikor egyetemi eh, hallgatókkal kell megértetni azt, amit az ember a későbbiekben eh, számon egy az egy új szituáció, az egy más légkör. A, az én előadásaim, óráim, inkább így mondom, azok eh, nagyon interaktívak, mert igyekszem bevonni a hallgatókat annak az adott szakterületnek a gyakorlati vonatkozásaiba, és én úgy látom, vagy úgy érzékeltem, hogy ők respektálják azt, hogy hát nem egy konvencionális módon történő előadásnak a részesei, ahol lehet, hogy nem is értik az előadandó anyagnak nagy részét, hanem állandóan bele beszélhetnek, kérdezhetnek, vitatkozhatunk. A környezetvédelem egy sajátos terület, mert szinte mindenkinek, aki ezen a pályán dolgozik, vagy itt kezdi el a tanulmányait, azért van véleménye, van élménye arról, hogy milyen is az a szelektív gyűjtés az ő lakóhelyén. Látott-e már szélerőművet működni? Mi a képzete arról, hogy a, a vajon a napkollektor és a napelem között mi a különbség? Hát azért ez olyan, mint a foci, én úgy látom, hogy mindenki, aki egy kis érdeklődés tanúsít a téma iránt, az véleménnyel bír rendelkezik. Néha mondjuk nagyon durva és határozott véleménnyel ez a Greenpeace, amelyik adott esetben szélsőségesen nyilvánul meg, és figyelemfelkeltő akciókat szervez folyamatosan. Hát valószínűleg sokban igazuk is van, mert csak úgy lehet felrázni az embereket ezen a területen, hogyha sokkolják őket. No, tehát valószínűsíthetően elfogadnak a hallgatók ezek a visszajelzéseim, visszaigazolásaim. Az Óbudai Egyetem most egy érdekes kihívás, mert ott a megújuló energiák című tantárnak elsősorban a fizikájával, mechanikájával kell foglalkozni, tehát nem annyira a leíró vagy bemutató részével, hanem kifejezetten azzal a területtel, ami nagyon komoly készülést jelent, és nagyon sokféle levezetésről van szó. Ez most egy izgalmas dolog az Óbudai Egyetemen, már most többen tanulnak, mint a Pannon Egyetem összes karán. Érdekes dolog az, hogy hogyan struktúrálódik át a magyar felsőoktatás is, vajon mi lesz ennek a jövője, melyek lesznek az államilag támogatott szakok, és melyek azok, amelyek csak családi háttérből finanszírozott módon valósulnak meg. Mondta az elején, mikor arról beszéltünk, hogy azért minimum három nagy kanyar vagy nagy váltás volt így az életében, és még lehet, hogy lesz. E, illetve hát, ugye lehet, hogy ez egy visszatérés lesz a közélethez, de mégis hogyan e, találta meg most a helyét, tehát hogy hogy látja, hogy, hogy ez most így jó, tehát ami be most foglalkozik és kitölti, hogy mondjam, az életét, vagy azért maradt valami űr itt az aktív közéleti szerep után? Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy elvesztettem az érdeklődésemet és az összes vágyamat a közéletiség iránt, mert aki egyszer ebbe belecsöppent, aki... Folyamatosan emberekkel van körülvéve, aki döntéseket hoz, ezeknek a döntéseknek a hatásaival, a következményeivel szembesül, a negatív következményekkel is, tehát rossz döntést hozott, nagyon sokat tud tanulni belőle, akkor ettől egyik napról a másikra teljesen elválni, borzasztóan nehéz. De azért nem arról van szó, hogy minden nap, minden reggel azzal kelek föl és arra gyúrok, hogy én most a közéletbe vissza fogok térni, és majd a politizálást választom ismét. Ez csak egy opció, egy lehetőség akkor, ha egy olyan helyzet alakul ki, mikor esetleg úgy ítélem meg, hogy erre esély lenne, igény volna rá, mikor van egy, lenne, van egy olyan összefogás, amely ezt szeretné, vagy ehhez szeretne engem felkérni, vagy meggyőzni arról, hogy vegyek részt benne, de nem lebeg elsődleges célként a szemem elől. A mostani tevékenységgel nagyon meg vagyok elégedve. Úgy gondolom, hogy ez most egy érdekes kihívás. Minden nap újabb és újabb ismereteket szerez az ember egy újra és újra változó, egyre inkább fejlődő területről rengeteg impulzus ér. Nagyon sok olyan üzleti tárgyaláson veszek részt, ahol a projektek előkészítése zajlik. Izgalmas látni azt, hogy hogyan állnak cégek, vállalkozások ahhoz az innovációhoz, ami től remélnek, remélnek piaci versenyen történő eredményeket. É, aztán majd, hogy a továbbiakban ez hogy lesz, hogy lesz egy negyedik csavar vagy kanyar, ez majd elválik, legyen a jövő kérdése. Egyetlen egy kérdés, még lehet, hogy kicsit csapongó, és visszatérünk időnként korábbi témához, de mondta, hogy nagyon rossz látni, hogy sok környezetvédelmi szakember nem találja a helyét. Ugyanakkor ezen a, a területen tanít. És uh, hogyan. Uh, a tanári munkában, hogy mondjam, ho hogyan lehet azt kezelni, hogy, hogy esetleg azt látja, hogy most ezek a fiatalok itt érdeklődőek, foglalkoznak a környezetvédelemmel, tanulnak, szereznek egy végzettséget, és másik oldalról meg lehet azt látni, hogy ezen a területen egyelőre nem sok pálya van a számukra, tehát nem sok a lehetőség, hogy úgy mondjam. Igen, hát azt lehet látni, hogy ezeknek a fiataloknak jelentős része már eleve arra számít, hogy nem fog itthon maradni Magyarországon hogy megszereznek egy nagyon komoly tudást, szereznek tapasztalatot, az egyetemek, felsőoktatási intézmények azért ezen a területen igen kiválóak. Ez a Panon Egyetemen is elmondható, az Óbudai Egyetemen is, de voltam vizsgabizottsági tag és elnök a Nyugat-Magyarországi Egyetemen is. Tehát és így címzetes egyetemi docensként volt lehetőségem megismerni az oktatás helyzetét és színvonalát több más intézményben. Itt azért egy elég komoly, színvonalas oktatás zajlik. Ezeknek a fiataloknak a java jelentős része el fog menni Magyarországról, a másik része azért, mert Magyarországon a környezetvédelem a háttérbe szorult munkanélkülivé lesz. Sok frusztrált ember is lesz közöttük, akik úgy érzik, hogy a képzettségüknek, tudásuknak megfelelő munkához nem jutnak. harmadik részük pedig nyilvánvalóan olyan munkát fog keresni egy ilyen ismerett tapasztalat és képzettség mellett, ami nem méltó ahhoz, amiért amiért tanultak, vagy amiért dolgoztak hosszú időn keresztül. hogy ezek azért eléggé borús képet jelentenek a jövőt illetően. Nagyon kevesen fogják megtalálni a számításukat azon a területen, amelyet most sajnos igen lelkesen igyekeznek elsajátítani, megismerni. Hogy látja most a, a, az országnak a helyzetét? Ugye egy nagyon érdekes, mind politikailag, mind gazdaságilag a, a történet, és pont most látott napvilágot egy felmérés, hogy az emb, a magyar emberek mennyire pessimisták, és hogy mennyire a helyzet további romlását várják. Ön, aki azért sok területen rálátott ön szerint a következő két évben, ami van a választásokig, Javítható-e, vagy egy javulás felé tudunk-e indulni, vagy ön is úgy látja, hogy egyelőre nem nagyon fog változni ez a helyzet? Hát, ö, én azt hiszem, hogy ö, annak ellenére, hogy a magyarok alapból pessimisták, és ö, mindent igen borulátóan ítélnek meg, még olyan időszakban is, amelyek ö, inkább ö, optimizmusra adna okot, most ö, ez a pessimizmus, ez joggal nyilvánul így meg, joggal eh, szembesülünk ezekkel a véleményekkel, és a rengeteg eh, kritikával, azzal a borzasztóan sok panaszszal és problémával, amivel én is találkozott, akkor, amikor eh, a Veszprémiek eh, mondják el a magukét. Sajnos azt kell mondanom, hogy... Eh, nem látom a kormányzati gazdaságpolitikában azt a kiszámíthatóságot, ami egy e, jobb jövőt biztosíthatna, amely e, vélhetően belátható időn belül e, optimizmust e, jelenthet a számunkra. Ez a fajta gazdaságpolitika, ez a rendkívül sok bizonytalansággal én káoszosnak látom és tekintem azokat a lépéseket és intézkedéseket és roppant ellentmondóknak kiszámíthatatlannak, amelyek az utóbbi időben megvalósultak. Ez a húzavona az IMF-fel most már évek óta. Másra sem szól a politika, mint hogy lesz megállapodás, nem lesz megállapodás. Ez egy elképesztő dolog, én úgy vélem, azok a vállalkozók, cégek, amelyekkel, akiknek a vezetőivel találkozom, folyamatosan sorolják a panaszokat, a perspektívátlanságot. Nagyon örülnék, hogy ezt a műsort valami olyasmivel lehetne befejezni, ami, ami egy szebb jövőbeli képet jelenthet, vagy valamiféle olyan perspektívát, ami a gazdaságban az alagút Végét mutatja, de szinte biztos vagyok, hogy két-három éven belül ilyesmiről nincsen szó a nyugdíjainknak a egyéni nyugdíjainknak a, a letarolása és elvitele. Az, ahogyan ez e, történt. Ahogy átírták az alkotmányossággal kapcsolatos e, olyan alapvetéseket, amelyek azt, hisz, amelyet azt hiszem, mindenkinek tiszteletben kellett volna tartani. Az a fajta erőszakosság, ami a gazdaságpolitikában is eh, tapasztalható, ez nem vezet semmi jóra, és én egészen bizonyos vagyok abban, hogy eh, 2014-ben eh, akárhogy is próbálnak eh, ennek ellenállni, egy nagyon komoly eh, változás fog bekövetkezni a közéletben és a politikában, hiszen Alkóság jelentős része szembesül ezekkel a rossz kormányzati lépésekkel. Tényleg jó lett volna valami pozitívval zárni, de összességében én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a ránk szánt időt, és nagyon sok sikert kívánok a, mind az oktatási, mind a, a tudományos munkájához. Köszönöm szépen!